Szeretettel köszöntünk mindenkit, úgy látom nagyjából együtt vagyunk, az időnk is itt van. Tehát az előző előadás témája az volt, hogy mit tanított Jézus az igazzáválás útjáról. Milyen úton nem elérhető, és milyen úton lehet elindulni a cél felé. Ha összegezni akarjuk, hogy mit tanított Jézus erről, akkor az a legcélszerűbb, ha az egyik képies hasonlatát, illetve képies tanítását felidézzük, amit a múltkor is idéztem. Ez Máté evangélium a 23. fejezetében található, így a farizeusok és írástudók elleni nagy vádbeszédében mondta Jézus. Így olvasom a 25. és 26. verset, tehát Máté evangélium a 23. fejezetéből. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és tál külsejét, belül pedig rakva azok radgadománnyal és mértékletlenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Tehát ennek a képies tanításnak az alapján így összegezhetnénk, hogy az igazzá válás útján nem lehet úgy járni, hogy az ember kívülről indul befelé. Mert ezt csinálták a farizeusok, ugye? Tehát más szavakkal nem lehet úgy az igazzá válás felé haladni, hogy az ember igyekszik rendbehozni a cselekedeteit az emberek szeme előtt, megtart vallási szertartásokat, előírásokat. Ezen az úton nem lehet az ember igazzá. Hogy mennyire nem, azt Jézus ilyen kategórikusan mondta, ezt is idéztük a múltkor, Máté evangélium a 5. fejezetének a 20. verse, ha a ti igazságotok nem több a farizeusok és írástudók igazságánál, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Azért felteszem a kérdést egy pillanatra, a tapasztalatunk szerint sok vallásos ember létezik ma is, aki így akar igazzá lenni, hogy kívülről indulni, hogy az emberek szem előtt minden rendben legyen, vallási cselekedeteket végrehajtani, mint a farizeusok és az írástudók gondolták. De Jézus azt mondta, így nem lehet. És benne van ugye a másik út is, amikor azt mondja, tisztítsd meg előbb a belsejét, és akkor az már magától rendeződik a külseje. Ugye hát logikus is, az igazzáváláshoz csak belülről lehet elindulni, az ember lelki világának, gondolkodásmódjának. Ott kell egy változásnak megtörténnie, és abból kiindulva majd tisztulnak a külső dolgok, változnak a külső dolgok is. És ugye ezért tanította Jézus azt is, hogy tulajdonképpen ott kezdődik az igazzáválás felé indulás. Ugye gondoljunk a boldog mondásokat, tekintettük át a múltkor, ha az ember először is eljut oda, hogy felismeri a maga lelki szegénységét. Felismeri azt, hogy neki belül a pohár és a tál belsejében van szüksége valamilyen tisztulásra. Csak innét lehet elindulni. És Jézus azt is érzékeltette, hogy innét sem tud az ember előre haladni önerőből. Mert ugye emlékszünk rá, hogy a boldog mondásoknál ilyen szenvedő igealakokkal találkoztunk, hogy aki sír a lelki szegénysége miatt, majd megvigasztaltatnak. Akik éhezik, szomjúhozzák az igazságot, majd megelégítetnek. Tehát érzékeltette, hogy ettől a jó kiinduló ponttól elindulva sem tud az ember önerejéből igazán előre haladni. És ezzel kapcsolatban is tett egy kategórikus kijelentést. Ezt Máté evangélium a 19. fejezetének a 25.-26. verse, szerintem ezt is idéztük, valószínű nem is egyszer, mert annyira fontos. Megkérdezték Jézust, hogy Uram, kicsoda üdvözülhet? Ki lehet igazzá? Ki nyerhet így örök életet majd az újjáteremtett földön? És Jézus erre azt mondta, embereknél ez lehetetlen. De Istennél, így is fordíthatnánk, és így még jobb, így fordítani, Istennel együtt minden lehetséges. Tehát csak is így. A mai alkalommal az igazzáválás útját egy másik nézőpontból, vagy egy másik kifejezésmóddal szeretném megmutatni.
Én nem tudom, hallottunk egy mondást. Ez a mondás így hangzik, hogy a kereszténységet két szóval össze lehet foglalni. Van, aki hallotta, meg tudja mondani, ez mi ez a két szó? A hiteles kereszténységet két szóval össze lehet foglalni. Hát ez a két szó ez, hogy követni Jézust. És biztosan emlékszünk rá, hogy Jézus hányszor szólított fel embereket így, kövess engem. És általános érvénnyel is szólt erről, szeretném ezt idézni, Máté evangélium a 16. fejezetéből, a 24. verset, tehát Máté evangélium a 16. fejezetéből a 24. verset olvasom. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, ugye érezzük itt is a szabadság tiszteletben tartás, ez az ember döntése, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, rögtön hozzáteszem, nem az egyéniségét, nem a személyiségét, de azt a nagy ént belül, és vegye fel az ő keresztjét, most ebben nem mennék bele, de ez sem azt jelenti, hogy ezentúl nyögve, sóhajtva, mindenről lemondva, szenvedések között járjon, egész más jelent, és utána így folytatja, és kövessen engem. Most ebből csak ennyit szeretnék kiemelni, hogy itt is általános érvénnyel minden tanítványra kiterjedően mondja, ha valaki én utánam akar jönni, akkor kövessen engem. Hát ezt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy mester-tanítvány kapcsolatba kerülni Jézussal. Tulajdonképpen ezt jelölte ki az igazá válás útjának, és azt hiszem, hogy ebből is értjük azt, hogy nem lehet önerőből. Mert amikor azt mondja, kövessen engem, ez azt jelenti, hogy valakitől függ, valakitől útmutatást, valakitől tanítást, valakitől példát vesz, lépésenként őt követi. Ugye ez a kép van ebben a felszólításban. És itt is azt láthatjuk megint, ugyanúgy, mint a boldog mondásoknál, hogy az értelmes alázat a kiinduló pont. Én azért szoktam mindig hozzátenni az alázathoz azt, hogy értelmes alázat, ezt a jelzőt, mert egyébként egy ellenszembes szó. Az emberek alázatoskodásra, megalázásra gondolnak, de értelmes alázaton azt értsük, amikor az ember a realitásokat elfogadja. Amikor nincs egy ilyen mesterségesen felfújt énje, annak tartja magát aki, annak tartja az Istent aki, és szívesen elismeri az embereket annak, akik, és nem akarja lenyomni őket azért, hogy ő magát különbnek lássa, vagy különbnek tartassa másokkal. Tehát, ugye, amikor azt mondja, hogy kövessen engem, aki én utánam akar jönni, ebben benne van már egy bizonyos alázat, hogy én nem tudok egyedül. Nekem lépésenként követni kell valakit az igazá válás útján, azt a valakit, aki emberfiaként élve a Földön, egyedül valósította meg azt, hogy az igazságot maximálisan megtestesítette, elmondhatta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy na de hát mi kell ahhoz, hogy valaki kövessen valakit? Hát nyilvánvaló, hogy nagyon alapos megismerés és mély bizalom. Hát ugye még emberek közül, én valakit kövessek, ahhoz nagyon meg kell ismerni, és nagyon mély bizalomnak kell megszületni. És akkor a következő kérdést itt tehetjük föl, hogy hát hogyan lehet ilyen alapos megismeréshez, és főként pedig annak nyomán ilyen mély bizalomhoz jutni, hogy az ember elkötelezi magát, eldönti. Ugye, mert amikor Jézus azt mondta, valaki én utánam akar jönni, ez egy döntésnek a megfogalmazása. Hogy egy nagyon mély bizalomra van ehhez szükség. Azt kell mondanunk, hogy ez sem magunktól születik meg. A kezdő lépés az Istené. Ebben is, hogy őt megismerjük, és hogy az embernek bizalma, ilyen bizalma alakuljon ki, és ébredjen benne iránta. Ugye ezt ilyeneket olvasunk a Bibliában, a második Zsoltárból idézem, illetve a 14. Zsoltárból a második verset, Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Érdekes, itt is azt nevezi értelmesnek, aki Istent kereső. És itt eszembe jut Pascalnak az a nevezetes mondása. Azt mondta, én csak kétféle
embert ismerek, mondta ez a 18. századi nagy francia gondolkodó, azt az embert, aki keresi, mert még nem találta meg, és azt az embert, aki követi, mert megtalálta. Ez volt a híres mondása. Tehát azt mondja, hogy Isten észreveszi, hogy ki az, aki keresi. Ez nem biztos, hogy így, hogy Istent keresem. De valami jobbat, valami különbet nem tudja kielégíteni a mindennapi teszek-veszek, a tömegeknek, a életmódjának a követése. Egy másik igét is idézek, ezt Jézus mondta a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésében. Akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják, és az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Tehát megint itt van, hogy Isten keres. Ugye, ő az, aki keresi, van-e értelmes Isten keresi. Úgy kezdi ez a Zsoltár, igen, Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. És azt mondja, az Atya keresi azokat, akik készek őt lélekben és igazságban imádni. A maga Jézus, mikor a földön járt, akkor szintén így fogalmazott, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Illetve hát azok az elveszett embereket. És benne van, megkeresse. Mert keresni kell, mert maguktól nem lehet meg, maguktól nem tudják az emberek megtalálni őt. Ezt a tényt is, hogy Isten a kezdeményező abban, hogy mi megismerjük és bizalmunk ébredjen iránta, szintén képiesen kifejezi ezt a Biblia verset, és biztos sokszor idéztük, de nem lehet eléggé pontosan és mélyen megérteni. Ez Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verse, ahol a megváltó Jézus Krisztus így szól: én az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, vele vacsorázom, és ő én velem. Ugye, tehát azzal ér véget az asztalközösség, a szövetségkötésnek a nagyon szép képe, de azzal kezdődik, hogy ő zörget, és az ember szabadságát jelzi, hogy két lépcsőben is szabad döntése van az embernek, hogy egyáltalán meghallja ezt az zörgetést, és aztán abban is, ha meghallotta az zörgetést, és megfontolta a dolgot, akkor ő megnyitja az ajtót. És valahol így értjük meg azt, amit Jézus így mondott egy alkalommal, ezt János evangélium a 15. fejezet 16. verséből idézem, azt mondta: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És ezt nem szabad félreérteni, nem azt jelenti, hogy Isten egyes embereket választ, másokat nem választ, hiszen a Bibliában olyan kategórikusan olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot másodt, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Megint csak Pál apostol így fogalmaz: megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tehát itt nincs különbség. De mintha azt mondaná Jézus, hogy nem azzal kezdődik a dolog, hogy ti választottatok engem, hogy ezt ti döntöttétek el, hanem van egy előzménye annak, hogy ti választottatok engem. Az, hogy én előbb megláttalak titeket, én esetleg minden tagadáson és ellenkezésen túl, én láttam bennetek az igazság szeretetét, vagy az igazság keresést, és én vártam, hogy a ti életetekben mikor szólíthatlak meg titeket, és én figyeltem az alkalmas időt, amikor ezt megtehetem, mert az Isten keresi azokat, akik valóban az igazságból valók, akik valami jobbat és igazabbat keresnek. És akkor hogy is nevezhetjük ezt a döntő pontot, amikor valaki megnyitja az ajtót? Ezt a Biblia másút egy különleges kifejezéssel határozza meg, és ez így hangzik: újjászületés. Amikor egy ember már megnyitja az ajtót, akkor, és az tulajdonképpen azonos azzal, hogy most már ő követni akarja Jézust. Ez a döntés, az újjászületés más szóval. És Jézus milyen komolyan szólt arról, hogy ez az újjászületés az igazzá válás útján nélkülözhetetlen.
Tehát látjuk, hogy a Biblia többféle kifejezéssel, többféle képpel, hasonlattal, de mindegyik ugyanazt mondja. Ha a boldog mondásokat nézzük, ha a Krisztus követésről szóló kijelentéseket nézzük, mindig ugyanazt mondja, sok oldalról megvilágítva. Én sokszor mondom, hogy a bibliai kinyilatkoztatásra van egy téma, mintha itt lenne középen, mint egy tárgy, aztán úgy körbe reflektorozza, hogy igazán megértsük jobbról is, balról is, ilyen kifejezésmóddal is, olyannal is. És így olvasom János evangéliuma 3. fejezetében a 3. és az 5. verset. Nézzük meg, hogy ez is olyan nagyon határozott, nagyon kategórikus kijelentést, amit az embernek figyelembe kell venni és gondolkodni kell róla. Így olvasom János evangéliuma 3. fejezetében a 3. és az 5. verset. Felelt Jézus és mondta: bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Elég határozott, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. És az 5. verset is idézem, bizony-bizony mondom néked, amikor Jézus nagyon nyomatékosan akart valamit mondani, akkor így kezdte, bizony-bizony mondom néked. Ugye ennél erőteljesebben nem is hangsúlyozhatta volna. És így olvasom, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Nagyon érdekes ez a kifejezés, ez az újjászületés. Az eredeti újszövetségi szó ugyanilyen jogon úgy is fordítható, hogy felülről születés. Anóten gennéténáj görögül, az anóten az azt is jelenti, hogy újonnan, meg azt is jelenti, hogy felülről. Tehát, ha valaki újonnan nem születik, vagy felülről nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ebben benne van az, hogy az újjászületés Isten munkája által valósul meg. Felülről jövő erő működik itt, felülről jövő kegyelem, így is mondhatom, felülről jövő befolyás, ami azonban az ember szabad választását mindig tiszteletben tartja. És a hasonlatban az is benne van, hogy mint a testi születés, ami egy folyamat, egy eseményben végződő folyamat, az újjászületés is egy eseményben végződő folyamat. Ugye? Az esemény az, mikor az ember megnyitja az ajtót, az esemény az, amikor eldönti, hogy ő követni akarja Jézust, amikor ez egy megfontolt döntés. De mögötte van egy folyamat. Soha se higgyünk a pillanatnyi megtérésekben. Ez a Biblia fényében egyszerűen nem igaz. Nincs ilyen, hogy valaki egy pillanat alatt megtér, egy pillanat alatt keresztényé lesz. Éppen ezért én mindig szenvedek a ilyen dolgoktól, hogy például emlékszem egyszer, meghívtak egy ilyen lelkészi körbe, ők hát ilyen gondolkozásúak voltak, és ahogy beléptem, még be se léptem jóformán, még az előszobából nyitottam az ajtót a szobába, ahol ők voltak ott jó néhányan, már hangzott a kérdés, mikor és hol tértél meg? Először találkoztunk, és le akartak káderezni, hogy így mondjam, hogy hát hozzájuk, beillek-e közéjük, mert hát meg tudom-e mondani, hogy mikor és hol tértem meg. Hát ezek azok az irányzatok, amelyek azt mondják, hogy valami nagy dramatikus dolognak kell történni, és akkor meg tudja mondani, hogy ekkor, és ennek is, ennek a hatására. Ugye ne higgyük el, hogy igaz az a mondás, amit ugye már teljesen népi szájon van már, de a Bibliából ered, hogy pálfordulás. Hogy ugye azt feltételezik, hogy Pál apostol egy pillanat alatt tért meg a damaszkuszi úton, hát megjelent neki egy természetfeletti jelenség, napfényességét, meghaladó fényesség vette körül, és hát ez elég volt ahhoz, hogy ő az üldözőből egy pillanat alatt tanítvány legyen. Csak akik így gondolkoznak, azok elfelejtik, hogy mit is mondott neki az az égi hang. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Megkérdezem, egyértelmű utal az erre, hogy ennek ma nagy háttere volt? És hogy én azt szoktam mondani, hogy ha neki nem lett volna nehéz rugódozni az ösztök ellen, ami ugye itt a Szentlélek munkájának a szimbóluma,
akkor Isten sose szólította volna meg. A szabad választását meghagyta volna. De látta, hogy ez az ember szerfelett rajong az atyai hagyományaiért, és noha igazság szerető, és próbálja elnyomni a lelkiismeretét, nem tud elszakadni ettől, és csak vergődik, és ezért volt az, hogy Isten megszólította őt. Mert látta, hogy valójában ez az ember az igazságból való, és ez csak rugódozik az ösztök ellen, milyen finom különbség, de nem elutasítja. Ugye? Tehát az Isten ezt mindenkinél pontosan látja, ezt a különbséget. Ezért még egyszer mondom, hogy az újjászületés mindig eseményben végződő folyamat. Nem létezik pillanatnyi megtérés. Ezért szoktam én különben szenvedni az ilyen feliratoktól, meg az ilyen kikiáltásoktól, hogy fogadd el Jézus, szeresd Jézus, térj meg. Nem, ez az evangélium az nem így szól, az sokkal jobban figyelembe veszi minden embernek a külön személyiségét, és tudja, hogy az emberi lélek az milyen érzékeny dolog, és semmiféle erőszak és presszió nem alkalmazható. És akkor tegyük fel azt is a kérdést, hogy akkor, ha eseményben végződő folyamat, akkor tulajdonképpen miből jön végül ez az esemény? Ugye azt olvassuk, hogy ez, amit Jézustól idéztem, ez a két bizonnyal bevezetett erőteljes kijelentés, ez a Nikodémussal való beszélgetésben hangzott el, aki a zsidók főembere volt, és a történet szerint nem is fiatal ember már, úgyhogy ő először értetlenül visszakérdezett Jézusra, hogy hát te miről beszélsz, hogyan születhet egy ember újra, ha már vén, bemehet-e az anyának méhébe másodszor? És akkor Jézus szépen, türelmesen még egyszer elismételte, hogy ha valaki újonnan nem születik víztől és lélektől, és ezzel már érzékeltette, hogy nem testi születésről van szó, nem mehet be az Isten országába, és utána a következő képet alkalmazta, ugye ez a 8. vers, ugyanitt János evangélium a 3. fejezetében, azt mondta, a szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Az az érdekes, hogy az eredeti görög szövegben ez egy szójáték, mert a szél görögül az pneuma, de a Szentlélek is pneuma. Tehát egyforma jogon fordíthatod így, hogy a szél fúj, ugye, és a hasonlat érthető, a szelet nem tudjuk a markunkba fogni, de a zúgását halljuk, meg érezzük az érintését az arcunkon, és ugyanígy fordíthatjuk így, hogy a lélek fúj, a zúgását hallod, érzékeled, hogy cselekszik, csak nem tudod, honnan jön és hová megy, nem tudod te kézbe venni és te irányítani, és nem tudod meghatározni, olyan titokzatosan történik ez az egész. És hát tulajdonképpen ez az a bizonyos zörgetés, ugye, megint azonosíthatjuk, és az, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ez az, amikor a szél fúj, amikor a lélek működik, dolgozik egy embernek a lelki világában, lehet, hogy forgat benne gondolatokat, végzi a hétköznapi munkáját, egyszer csak valami megvilágosodik, aztán kérdések merülnek fel benne, aztán kutat azok után a kérdések után, aztán megvilágosodnak. Tehát sok minden történhet ezen belül. De tegyük fel azt a kérdést, hogy Jézus mire értette azt, mert most már értjük, hogy lélektől születés, hogy bizony mondom néktek, ha nem születik valaki víztől és lélektől, mert ugye ez a Szentlélek munkájával történik, ekkora változás, hogy ember egyszer csak elhatározza, hogy ő Krisztus követni akarja, és a gondolkozásmódja, vagy az életcélja, vagy az életiránya annyira megváltozik, mintha csak újra született volna. Azt már értjük, hogy lélektől, de mit jelent az, hogy víztől? Ugye a víztől az valójában a keresztségre utal, csak hogy itt van egy szerencsétlen dolog, ami magyar szavunknál, mert ugye a kereszt szó van benne. De az eredeti újszövetségi kifejezés az azt jelenti a baptizma, vagy az igei alakja a baptizó, hogy alámeríteni. Hallottuk ugye baptista egyház mindenkitől, ott is ez erre utal, hogy ők alámerítéssel felnőtteket keresztelnek, persze vannak más közösségek is, akik ugyanezt gyakorolják, és hát tulajdonképpen honnét ered ez az egész keresztelés, alámerítéssel keresztelés? Azt találjuk
az ókori irodalomban, hogy miután a zsidók szétszóródtak az egész római birodalom területén a babiloni fogság után, akkor mindenütt ugye zsinagógákat építettek, tovább gyakorolták az ő vallásukat, és a pogányok közül, úgynevezett pogányok közül, tehát nem zsidó származású más népek fiai közül is, nagyon sokan szimpatizáltak a vallásukkal, látogatták a zsinagógai istentiszteleteket, és ha egy pogány származású valaki át akart térni a zsidók hitére, ezt úgy hívták ugye, hogy prozelita, aki szabályosan átért a zsidók hitére, akkor azokat alámerítéssel keresztelték meg, mert a zsidóknak sokféle jelképes tisztulási szertartás volt, víz általi jelképes tisztulás, és akkor ugye ez azt fejezte ki, hogyha egy pogány akar zsidóvá lenni, annak teljes tisztulásra van szüksége, az nem elég csak valami vízzel meghintés, vagy ilyesmi, annak teljes tisztulásra van szüksége, alámerítéssel keresztelték meg. Na most valaki lehet, hogy azt hinné, hogy keresztelő János keresztsége ezt követte, formájában igen, de tartalmában nem, és pont ez volt a döbbenetes, mert ugye tudjuk, hogy Jézus előfutár, Jézus előtt járó, az ő útját elkészítő próféta keresztelő János volt. Keresztelő János is alámerítéssel keresztelt a Jordánban, olvassuk, ott keresztelt, ahol sok volt a víz, de ő zsidókat keresztelt, és ez volt a forradalmi benne. Azt mondta, hogy hát nem ám így gondolkozunk, hogy a pogányoknak van szükségük teljes tisztulásra. A messiás érkezése előtt mindenkinek teljes tisztulásra van szüksége. Ezt fejezte ki keresztelő János keresztsége. De most, ami minket érdekel, az legfőképpen az, hogy az a Krisztus, aki azt mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek víztől és lélektől, milyen érdekes, hogy ő maga is megkeresztelkedett keresztelő János által. De az is érdekes, hogy hogyan. Ugye keresztelő János, mikor meglátta, hogy Jézus közeledik hozzá, azt mondta, hogy hát nekem kell általad megkeresztelkedni, hogy jössz te én hozzám. Ugye Jézusban egy olyan tisztaság volt, hogy tulajdonképpen azt mondta, hogy neked nincs szükséged erre. És nagyon érdekes, hogy Jézus válaszolt. Azt mondja, engedj most nekem, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Vagyis közvetve jóvá hagyta, amit keresztelő János mondott, hogy neki nem lenne szüksége megkeresztelkedni. Miért? Ugye, mert az írás így is nevezi a keresztséget, hogy az újjászületés fürdője, mint ahogy Jézus is mondta, lélektől és víztől. És Jézusnak nem volt szüksége újjászületésre, ő sohasem szakadt el a mennytől, sohasem szakadt el az atyától, sohasem követett el egyetlen törvényszegést sem. Nála egy ilyen változásra és egy ilyen fajta szövetségkötésre Isten nem volt szüksége. De nem valami fejedelmi többest használt, mikor azt mondta, hogy így illik nékünk, hanem tulajdonképpen egybe kapcsolta magát a későbbi tanítványaival, és így mondta, hogy illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Tehát Jézus egy nagyon komoly szót használt, azt mondta, ez igazság. Azt mondta, hogy ez Istennek a rendelése valóban, hogy az a belső nagy átalakulás, ami egy emberben történt, az egy látható kifejezési formát kapjon, megpecsételtessék. Legyen egy formális szövetségkötés Isten és az ember között. És még további jelentősége is van, vagy további kifejezésmóddal is szól az írás a keresztség jelentőségéről, ez pedig a Jézus nevezetes misszió parancsa, ugye, amely így hangzott, ezt mondta tanítványainak feltámadása után, menjetek el szélese világra, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát mit mondott ezzel Jézus? A tanítvánnyá válás megpecsételése a keresztség, nem? Tegyetek tanítvánnyá, és kereszteljétek meg őket. Tehát ennek akkor van helye, mikor egy ember megnyitotta az ajtót az örgetés után, és azt mondta, hogy ő utána akar menni, követni akarja. Ennek a megpecsételése, erre rendelte ezt Isten. És még mindig van egy nagyon fontos további tartalma,
amivel kapcsolatban szeretném idézni Apostolok cselekedeteiből a 22. fejezet 16. versét. Tehát Apostolok cselekedetei 22. fejezetéből olvasom a 16. verset. Ugye emlegettük itt, hogy Pál apostolt hogy állította meg a mennyei szózat a damaszkuszi úton, és ezt követően Isten, miután három napig forgott vele a világ, úgy olvassuk, nem évet, nem ívott, és csak végig kellett gondolnia, hogy ő hogy ellenkezett, és ő mi mindent tett, és hogy emberek halálához járult hozzá, meg embereket üldözött ártatlanul, és akkor hozzáküldte Isten az Anániás nevű damaszkuszi tanítványt, aki a következő üzenetet vitte neki, Isten megbízásából. Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, keresztelkedjél meg, és most le a te bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. Tapasztalatom az, hogy még akik ismerik is a keresztség eredeti bibliai gondolatát, még esetleg azt is tudják, hogy ez az újjászületés megpecsételése, de ezt nem igen ismerik. Hogy ez milyen fontos dolog, hogy lemosván a te bűneidet. Tehát Isten azt az ígéretet kapcsolja ehhez a cselekményhez, hogy az előző élet összes törvényszegését egy összegben bocsátja meg. Ugye, mintha csak azt mondaná, hogy te már nem tudsz jóvá tenni semmit, még visszaemlékezni sem, meg egyenként megbánni sem, de ha te meghoztad ezt a nagy döntést, akkor az előző élet összes törvényszegését én megbocsátottnak nyilvánítom. És ugye gondoljunk arra, hogy azt mondja a Biblia Istenről, hogy ő Szent Isten, ő bűnnel együtt nem lakik, tehát igazából az Istennel való szövetségkötésnek ez egy alapfeltétele, hogy ne legyen rendezetlen bűn Isten és az ember között. Ha az ember lemosta bűneit, Isten megbocsátotta, az egész múlt nem létezik, akkor lehetséges, hogy szövetség jön létre Isten és az ember között. Nem kevésbé jelentős az, amit még Anániás mondott, segítségül híván az Úr nevét. És ez nem egy egyszeri segítségül hívást jelent, hanem hogy az egész további életnek ez az iránya, hogy most már ő egyrészt szabad, jogosult, hogy Isten nevét segítségül hívja, mert Istennek szövetséges évé lett, és Isten komolyan veszi ezt a szövetségi elkötelezettséget, és ő neki előjoga, hogy segítségül hívja minden helyzetben. Másrészt pedig ezt akarja a lelkébe vésni, hogy egyedül nem fog tovább menni ő az igazávállás útján. Neki mindig ez az előjoga, hogy támaszkodjon az Istenre, hogy őt segítségül hívja mindenhez, élete minden lépéséhez. Tehát nagyon gazdag tartalma van ennek a bibliai értelemben vett keresztségnek, és ne csodálkozunk, hogy Jézus azt mondta, hogy bizony-bizony mondom néktek, szükség néktek újonnan születnetek víztől és lélektől, és hogy azt is mondta, hogy ez igazság, mondta, és ezt helyes betölteni. De tegyük fel ezt a kérdést, hogy hát miért merült feledésbe, mert nagy részt feledésbe merült, vagy homályba merült az, hogy aki igazzá akar lenni, és aki örök életet, vagy üdvösséget szeretnél nyerni, akármelyik kifejezést használjuk, arra vonatkozóan érvényes, amit Jézus mondott, szükség néktek újonnan születnetek. Mert homályba merült, nem tudnak. Gondoljunk arra, hogy most keresztény tömegekre gondoljunk, akik valamelyik, mindegy, hogy melyik keresztény felekezet tagjának vallják meg a vallásukat és gyakorolják, de minden keresztény tudja ezt, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És hogy meg kell vizsgálni, ez az én életemben megtörtént, nem történt. Ugye? Ez egy nagyon komoly kérdés. Ha Jézus azt mondja, ennélk nem lehet belépni az Isten országába. Elmondanék egy esetet, lehet, hogy valamikor régen valaminek a kapcsán említettem, elnézést, ha valaki újra hallja, de nekem ez nagyon tanulságos volt. Egy kedves barátom egy kötetet állított össze beszélgetés sorozatnak a eredményeként, aminek az volt a cím, hogy irányváltás, és ebben keresztény értelmiségieket kérdezett meg, és velük folyt le egy interjú, akik átéltek úgymond egy megtérést, hogy ez milyen változást hozott az életükben, a hivatásuk gyakorlásában, stb. És hát elmentem ennek a könyvnek a bemutatójára, mert meghívott, és
Hát csodálkoztam rajta, mert sokszor csak maroknyi emberrel egy könyvbemutatón, itt meg rengetegen voltak, alig lehetett beférni, tehát érdekelte az embereket a dolog, és hát volt néhány illusztris ember a pódiumon, akik bemutatta a kötetet, a többiek pedig hozzászóltak. És hát aki bemutatta a kötetet, ő nagyon-nagyon korrekt volt. Budapest korábbi főépítésze volt, evangélikus egyébként, és ő azt mondta, hogy hát mikor én ezt a kötetet elolvastam, engem egy szent irigység fogott el, hogy hát itt emberekről van szó, akik átéltek egy ilyesmit, és hát ezt mondjam, komolyan teszem fel a kérdést, hogy hát minden kereszténynek át kell menni egy ilyen változáson. És hát nekem a legnagyobb megdöbbenést az okozta, hogy itt már még közvetesen mondok nevet, egy egész Budapesten nagyon ismert és tisztelt nagy hát vallási szónok kategórikusan azt mondta, hogy nem, erre nincs szükség. És azzal folytatta, hogy a tékozló fiú példázatában tulajdonképpen nem is a tékozló fiú a példa, hanem az idősebb testvér csendes hűsége az atyai házban. Hát az elég melbevágó volt a példázatnak ez az értelmezése, úgyhogy én hallgattam egy darabig, de lehetett a jelenlévő közül is hozzászólni, és aztán én is jelentkeztem, és azt mondtam, minden kommentár nélkül csak Jézustól szeretném idézni. Bizony-bizony mondom néktek, szükség néktek újonnan születek, mert aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Nem akartam vitába szállni se a kategórikus kijelentéssel, se a példázat értelmezésével, de hát ugye ott van Jézus világos kijelentése. És még egyszer felteszem a kérdést, hogy miért nem tudatosult? Hát azt kell mondanom, hogy ebben óriási szerepe van annak, hogy a IV. Századtól fogva a kereszténységben a szabad választás alapján való felnőtt keresztség helyébe a gyermekkeresztség vagy csecsemőkeresztség lépett. Mert gondoljuk meg, valakit megkeresztelnek kicsiny gyerekkorában, legjobb szándékkal teszik nyilván a szülők, de azzal együtt ő miért lesz vesztes? Azért, mert ő úgy tudja, hogy ő már keresztény. Ő már egy keresztény egyháznak a tagja. És ő ebben meg van nyugodva. És ezért rá se jön, szeme elé se kerül, hogy Jézus mit mondott. Bizony-bizony mondom néktek, szükség néktek újonnan születik, mert aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ez különben nem vitatott dolog, ezt minden felekezet elismeri, hogy az első keresztény századokban abszolút nem létezett csecsemőkeresztség, és döntően ugye az hozta a változást, mikor a 380-ban született császári rendelet kimondta, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Hát ha kötelező, akkor nem volt értelme már ugye a felnőtt keresztény gyakorlásának. Szeretnék egy néhány sort olvasni, ugye már idéztem egyszer Pascalt, ugye tehát még egyszer mondom, ugye a 18. századi természettudós, filozófus, nagy gondolkodó, és mondhatjuk a kereszténység lényegének az igen csak komoly értője, és van egy ilyen kis írása, a korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel. Hadd olvassak néhány sort ebből, ezt írja. A születő egyházban, tehát a kereszténység kezdetén, a katekumeneket, így nevezték a keresztségre készülőket, azt mondja, a születő egyházban a katekumeneket, vagyis azokat, akik a keresztséget igényelték, oktatásban részesítették, mielőtt a keresztségben részesültek volna. Kizárólag akkor fogadták be őket, miután a hit titkaira teljesen megtanították őket, miután elfolyt életük felett bűnbánatot tartottak, és hatalmasan megismerték ama hitvallás és a keresztény elvek nagyságát és kiválóságát, amelyet örökre követni kívántak. Ellenben mostanság, miután azt megelőzően szolgáltatják ki a keresztséget a gyermekeknek, még mielőtt értelmükre támaszkodhatnának, az is előfordul, hogy a szülők hanyagsága miatt a keresztények vallásunk nagyságának bármi némű ismerete nélkül látnak vénséget.
ugye, így fogalmazott. Azt mondja, midőn a tanítás megelőzte a kerességet, mindenki részesült oktatásban. Most viszont, hogy a keresség megelőzi a tanítást, ami valaha szükségszerű volt, mára önkéntessé, ennek folytán elhanyagoltá vált végül a tanítás, szinte meg is szűnt. Aztán így folytatja, ebből fakad, hogy azelőtt csak lelkileg jól felkészített embereket lehetett a keresztények között találni, ma viszont a hívek félelmetes tudatlanságban leledzenek. Ebből fakad az is, hogy a korai időkben nagyon ritkán esett meg, hogy akik újjászülettek a keresztség által visszaestek, manapság mi sem megszokottabb annál, mint hogy a keresztények szíve világi bűnökkel terhes. Ugye elég pontosan összegezte, hogy mennyi káros következménye lett ennek a változásnak. És ha most a mai alkalmat lezárni szeretnénk, akkor gondolom, ha én nem mondanám is, kicsit felmerül bennünk az a kérdés, vajon én, akkor most újjászülettem, vagy nem? Vajon keresztény vagyok-e a szó teljes értelmében? Vajon elindultam-e a Krisztus követés útján, vagy nem? Itt jegyezném meg, hogy a keresztény szavunknál is se vagyunk szerencsések, mert ebben is a kereszt szó van. De gondoljon bárki más nyelvekre. Eredetileg a görög, az új szövetség görög szó is, hogy keresztény, az azt jelenti, hogy krisztusi. És ugye gondoljunk most akár az angol, akár a német nyelvre, vagy amire akarunk, ugye a más nyelveken a keresztény az azt jelenti, hogy krisztusi. És ilyenkor az ember szinte megijed. Ugye, mert a kereszténynél nem mindig gondolunk arra, hogy mi van emögött, de ha most ez a név, hogy krisztusi, akkor valósággal megijed az ember, hogy fölmerem-e venni ezt a nevet, igaz? Mert ez már egy nagyon, nagyon komoly dolog. És eredetileg ez így is volt, hogy ha valaki utánam akar jönni, ha ez egy tudatos döntés, ennek a megpecsételése volt a keresztség, és ennek nyomán lett valaki keresztényé és krisztusivá, Krisztus követővé. És azzal fejezném be, hogy azt hiszem megértettük az eddigiekből, hogy az újjászületés az nem olyas valami, amit valaki kicsihol magából, vagy önszugesszióval ráerőltet magára. Ezt is biztos emlegettem máskor, de talán nem mindenki hallotta. Nekem nagyon tetszett, mikor olvastam valahol egy újságban, hogy egy bibliakörbe sokan jártak fiatalok, és hát ott úgymond többen megtértek, és egy lány egy kis keserűséggel ment a bibliakör vezetőjéhez, és azt mondta, hogy hát ő valószínűleg nem tud hinni, mert itt sorban mindenki megtér, ő meg nem. És amit a bibliakör vezető mondott neki, az nekem nagyon tetszett. Azt mondta, nem sokat tehetsz érte, csak ellene. Értjük ezt a mondást? Tehát azt mondta, hogy ez felülről irányított folyamat. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És ahány emberi személyiség vagyunk, annyira különbözőek, és annyira különbözőképpen fúj a szél és dolgozik a Szentlélek. Az ember ezt nem irányíthatja, nem foghatja a markába, nem rendelkezhet a lélekkel, de az szerint halad előre ez a folyamat, vagy áll meg, vagy végül teljesen alszik ki, hogy az ember ellenáll ennek, vagy enged ennek az ösztökének, ennek a nagyon finom, tapintatos, belső isteni munkálkodásnak. Hát én azt hiszem, itt fejezem be, és akkor szabad kérdezni, hozzászólni bárkinek. És azt hiszem azért az eddigiekből világos volt, hogy tulajdonképpen az újjászületés az a Krisztus követés kezdete. Még a továbbiakban sok minden mondani valunk lesz az igazzáválásról, de nem csak úgy is mondhatom, hogy a Krisztus követés kezdete, úgy is mondhatom, hogy az igazzáválás kezdete. Mert még itt indul el a dolog. Tehát lesz még itt nekünk a következő előadásokon miről beszélni, hogy az igazzáválás az hogy halad előre, és mi mindent fontos megérteni vele kapcsolatban. Tessék, kinek lenne kérdése vagy hozzászólás? Tessék. Én tulajdonképpen ott kapcsolódnék ehhez az újjászületéshez, amit tettek is említeni, hogy
ugye a kis csecsemőt megkeresztelték. Igen. Hát ugye az én anyám is, apám is, apám 1900-ban, anyám 1904-ben, még 8 naposok se voltak, engem is 8 napon belül megkereszteltek, de nem ez jelenti azt, hogy az ember tudatába kerül annak, hogy mi az Isten hit, hanem aztán következő élete, hogy hogyan él, hogyan viselkedik, és hát ugye mennyire fogja föl Jézus tanítását, vagy mennyire hasznosítja életében. Igen. Na, ez a hozzászólás most nagyon jó, mert engem késztet arra, hogy valami fontosat hozzátegyek. Nem minden ember tud arról, hogy mi a Krisztus eredeti rendelése a keresztségről, távolról sem, arról sem, hogy mi annak a belső tartalma, de ebből nem következik az, hogy nincsenek újjászületett keresztények azok között, akiket csecsemőkorukban kereszteltek meg, vagy egyáltalán meg se kereszteltek. Ebből ez nem következik, vigyázzunk, mert valaki nem tehet arról, hogy erről soha nem hallott, soha nem ismerte, de ha ő benne egy nyitottságban, és a Jóisten megtudta őt az örgetésével keresni, és ő eljutott odáig, hogy ő követni akarja Jézust, akkor az újjászületés megtörténhetett életében. Tehát ezt azért mindenki maga végig tudja gondolni, hogy volt egy ilyen nagy, mély gondolkodásbeli változás és egy ilyen határozott döntés az életében. Vannak, akiknél volt, annak ellenére, hogy soha nem keresztelkedtek meg a bibliai forma szerint, de hozzáteszem, ha az ember ezt ismeri, ha ezt érti, és ha követi, akkor neki van óriási előnye és óriási kiváltsága, mert így, hogy így mondjam, teljes mértékben részesülhet azokban az áldásokban, amit Isten ehhez kapcsolt. Tehát ne azt gondoljuk, ugye, mert Jézus is azt mondta, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. És utána azt mondta, aki nem hisz, nem mondta azt is, és nem keresztelkedik meg. Mert van olyan, hogy valaki soha nem hallott erről, vagy nem volt ilyesmire lehetősége. Tessék! Azt szeretném kérdezni a mai szóhasználattal élve, hogy mennyi a jótállási ideje a kereszténység, vagy megkeresztelkedésnek. Tételezzük fel, hogy 25 évesen én úgy döntök, hogy oké, ezen az úton fogok járni. És aztán úgy hozza az élet sora, hogy számtalan hibát és egyéb dolgot követek el. Innentől kezdve azt gondolom, hogy az rendben van. Hát szerintem nincs. Nagyon köszönöm helyesen szépen. Gondolod. Az ember szabadsága ezután is teljesen megmarad. Tehát a Biblia nem tud elveszíthetetlen és ellenállhatatlan kegyelemről. Pont az ellenkezőjét hangsúlyozza, hogy az ember szabadsága mindenkor megmarad. És igen, letérhet az ember erről az útról, de mégis azt tudom mondani, aki valóban újjászületett és megtért egyszer, ritka az, hogy teljesen törlődjék az életéből, és teljesen az ellenkező oldalon törsön ki. Lehet, hogy csinál egy nagy kanyart, de egyszer a Jóisten lelke utána jár, és ha ő egészen nem keményíti meg a szívét, akkor sokszor visszakanyarodik. Szóval ezt tudom mondani. Én hozzám éppen ma jött el valaki, aki 20 évvel ezelőtt jutott egy újjászületéshez, megtéréshez és megkeresztelkedéshez, és 20 évig eltűnt teljesen. És azt mondta, hogy én magamban mindig őriztem, másképp éltem, de soha nem tudtam elfelejteni, kitörölni, és egyszer csak egy elementáris vágy, hogy nekem oda vissza kell jutni, és ma mondta nekem, hogy én szeretnék újra megkeresztelkedni, mert én elméletileg akkor is értettem a dolgokat, de úgy értem, hogy most sokkal jobban látom mindennek az értékét, és nekem ez minden szívem vágya. Tehát ezt tudom mondani, hogy ritka, hogyha valóban átment egy újjászületésen, egy hiteles megtérésen, hogy abból semmi nem maradjon, és egészen ellentétes oldalon kössön ki. De nem zárja ki azt, hogy csinál egy nagy kanyart, és elkövet sok hibát az életében, de azért nem ez a jellemző, hanem azért, hála Istennek, azért nem törvényszerű. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Isten egyenesen készíti az igaznak a útját. Ha az ember
nem találja ki azt, hogy ő azért kigondolásokat keres, és ha, akkor el van készítve az útja egyenesen. És azért sok olyan keresztényt láttam életemben, aki tényleg bizonyos küzdelemmel és követve el olykor hibákat, de mégis célegyenesen haladt előre az igazzáválás útján, azután, hogy az újjászületés megtörtént az életében, vagy megkeresztelkedett. Szívesen, tessék! Nekem ma este egy görög szó jutott eszembe, nem hangzott el, de itt körözött fölöttünk a metanoia. Igen. Vagyis a megváltozás, a 180 fokos fordulat. Igen. És ennek következtében két magyar gondolkodó is. Az egyik az Hamvas Béla, akinek egy kulcsszava ez a görög szó, és nekem pontosan azt tetszett ma este, hogy ahogy Hamvas Béla is mondja, hogy ezek után mi történik? Kifelé, hát nem egy nagy csinnadarattal, nem egy nagy olyan dolog, hogy az újságoknak az első oldalára kerül ez a változás az emberbe. Valami olyan csodálatos dolog történik az emberbe, ami szinte mérhetetlen. Szinte mérhetetlen. Talán úgy lehetne fogalmazni, hogy olyan, mint hogyha valaki egy filozófiai tanítást komolyan átgondol, akkor nem esztétikában, nem más ilyen irányelvekben gondolkodik, mint ahogy a filozófia föl van osztva, hanem egy életútban. Tehát egy élet értelmezésben. Igen. Mert tulajdonképpen a filozófiák azért nem halnak ki az emberiség története, szellem történetéből, mert mindegyik egy élet értelmezés. Tehát nem egy egyoldalú valami, hanem az szerint kell élni. Igen. És a másik, az utolsó, az olyan szép, és annyira kevesen ismerik József Attilától ezt a sort, hogy az én Uram engemet belülről vezérel. Ez egy József Attila mondat. Bibliailag teljesen helyén való. Igen. Igen. Na most én nagyon köszönöm ezt a hozzászólást is, mert ugye én emlegettem olyan váltófogalomként az újjászületéssel a megtérést, de akkor most hadd tisztázzuk egy kicsit jobban a kérdést. Így mondanám, az újjászületés az első és alapvető megtéréssel azonos. Az Új Szövetség szövegében két szó van a megtérésre, az egyik ez a metanoia, amit hallottunk emlegetni, ugye ebben ugye a nous, az értelem van benne, és metanoia azt jelenti, az elme megfordulása, az elme megváltozása, de az elme is tágabb értelemben az Új Szövetség fogalomvilágában az ember teljes lelki világát jelenti. Szóval nem csak egy intellektuális felismerés ez, hanem tényleg egy teljes fordulat. Ugye a metanoiában a fordulat gondolata is benne van. A másik szó pedig strefó, az egyszerűen csak azt jelenti, hogy megfordulás, megfordulsz. Tehát úgy mondhatnám, hogy egy ember életében többször lehet megfordulás, amikor vissza kell térnie, amikor meg kell fordulnia, de van egy első és alapvető megtérés, ez ami ilyen nagy forradalom mértékű, és ez azonos az újjászületéssel. Ugye az újjászületés az inkább onnét nézi, hogy felülről vezérel, a metanoia meg inkább onnét, hogy az ember oldalán milyen nagy változás megy végbe.
sokszor azoknak is még újra megtérésre van szükségük, akik ellangyosodtak a Krisztus követésben. Van erre a Bibliában szó, hogy megszólítja, hogy térjetek meg, ugye? És Krisztus is mondta Péternek, majd idővel megtérvén a te atyád fiait erősítse. Tehát tágabb értelemben is használja a megtérés szót, amikor a későbbiekben az embernek vissza kell fordulni, és újra észbe kell kapni. Tessék valaki, mintha jelentkezdőre. Tessék, Amika. Én a keresztséggel kapcsolatban szeretnék kérdezni, mert több dolgot nem értek. Legalábbis most ez probléma volt számomra, hogy megértsen. Ha valakit gyerekkorban megkeresztelnek, beleszületik mondjuk egy református vagy egy katolikus családba, és úgy nevelkedik fel, hogy folyamatosan kapja azokat az információkat és azokat az Istennel vagy Jézussal való kapcsolatokat, és most hallottam az újrakeresztelésről. Ezt én eddig nem is hallottam, hogy ilyen létezik, hogy ez miért van, vagy ez kell, vagy nem értem ezt az egészet, hogy ez hogy van. Ja. Nagyon jó ez a rákérdezés is. Akkor mindjárt utalnék erre is. Először talán azt mondanám el, hogy ha valaki folyamatosan ugye abban a bizonyos keresztény hitben nevelkedik, ez nem azonos az újjászületéssel. Nem tudom, hallottuk ezt a mondást. A Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek. Értjük, hogy mire vonatkozik? Szóval nem lehet a szülők után igazán automatikusan megtérni, vagy újjászületni. Az teljesen személyes ügy mindenkinek az életében. Tehát erre utal ez a mondás, hogy Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek. Senki sem lesz újjászületett keresztény a szülei után, annak benne kell megtörténni, még ha az a legjobb nevelés volt is. A másik, ez az újrakeresség, ez ugye már a 16. században jelent meg ez a gondolat. Ugye a reformációnak az egyik, ugye ismerjük ugye a lutheri, a kálvini reformáció, a svájci, a Zwingli féle reformáció, de akkor így hívták, hogy anabaptisták, ami azt jelenti, hogy újrakeresztelők. Na most az nagyon zavaró, hogy ennek volt egy szélsőséges és teljesen egészségtelen irányzata. Ugye ez volt a Münzer Tamás féle anabaptisták, akiket ugye Luther aztán nagyon elhatárolódott tőlük okkal és joggal. De egyébként eredetileg Luther maga is azt mondta, hogy ne merjünk többet gyerekeket megkeresztelni. Szóval ha nincs ez a Münzer féle nagyon szélsőséges, sok mindennel összefonódott irányzat, hogy Luther megrettenve kellett, hogy elhatárolódjon ettől, akkor talán ő maga a nagy reformátori tanítások között képviselte volna. De volt a 16. században is az anabaptizmusnak, tehát akiket ugye újra keresztelőknek neveztek, mert azt mondták, a felnőtt keresztség, az igazi keresztség, és ha gyerekkorukban megkeresztelték is őket, felnőtt korukban megkeresztelkedtek. Ennek volt egészséges és teljesen tiszta, komoly ágazata, de bár a mai követői már nem azok, akik akkor voltak. Ez volt a Menno Simons Hollandiában, és ma biztos van, aki hallott mennonitákról. Ugye Amerikában meg Oroszországban is éltek mennoniták, de a mai mennoniták azok nem egyszerűen a Menno Simons követői, ott sok minden ilyesmi van, ilyen nagy konzervativizmus, meg világtól való elzárkozás, meg egyebek, tehát egyáltalán nem mondható egészségesnek, de maga Menno Simon a 16. században az tiszta és komoly irányzat volt. Tehát azt tudom mondani, hogy újrakeresztség kétféle értelemben lehetséges, valaki gyerekkorában megkereszteltek, és később él át egy újjászületést, egy megtérést, és úgy érzi, hogy ő nekem most van rá szükségem, ez az igazi, ez a valódi. A másik lehetőség pedig az, hogy valakit felnőtt korában kereszteltek meg, de amit az előbbi példa is erre utalt, ő maga saját igényére, saját elhatározására, de később mondjuk 20 évre eltér, mint az előbbi példa, és azt mondja, hogy én most egy új megtérést érek át, olyan gyökereset és újat, hogy az én vágyam és az én kívánságom az, hogy én ezt így pecsételjem meg. Tehát ilyen esetben
történhet ez. Emlékszem például évekkel ezelőtt Amerikában egyszer egy fiatalemberrel beszélgettem, nem fiatalember, már akkor felnőtt férfi volt, csak, de még nem idős, és mondta nekem, hogy hát az ő szülei felnőtt keresztséget gyakorló közösséghez gyakoroltak, de egész fiatalon megkeresztelték őt, nem is tudom, 12 éves volt, vagy valami ilyesmi, és azt mondta, hogy én egész életemben egy hiányérzetem volt, úgy éreztem, hogy valamit tőlem elvettek. Én később valóban megtérésre jutottam, és személyesen, és nem a szüleim után, de úgy érzem, hogy amikor olyan éretlen gyerekként a megkeresztelésem történt, az nem volt komoly dolog. És akkor én nekem mindig olyan hiányérzetem van, és még mindig fontolgatom, hogy én megkeresztelkedni kívánok, mert tőlem valamit elvettek. Elvették azt a boldog tapasztalatot, hogy amikor én újjászületek, megtérek, én akkor pecsételjem meg azt az Istennel való szövetségkötést. Tehát nem tudom, elég kielégítően magyaráztam el. Azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki gyerekkorától kezdve egy kereszténység hitet vall, igen, akkor az hogy lesz neki 25-30 éves, vagy 50 éves, vagy akárhány éves korában egy fordulása? Hát egész este erről beszéltem, ugye, hogy ezt nem lehet örökölni, és hogy tulajdonképpen ez teljesen mindegy, hogy valaki milyen életkorú, és melyik életszakaszban történik vele, De ez más, ez nem annyi, hogy egy bizonyos vallási tradícióban fölnevelkedtem, elméletileg elhiszem, ez egy tudatos választás, hogy Krisztust akarom követni. És mögötte, ahogy mondtam, egy mély megismerés és egy mély bizalomnak kell lennie. És ez akár hány éves korában történhet az emberek. Tessék, Mártika, ott hátul. Két dolgot szeretnék kérdezni, illetve mondani. Az egyik az... Ezelőtt, nem tudom, 20-30 évvel megdöbbentett, vagy meglepődtem, amikor egy általam nagyon nagyra becsült lelkipásztor úgy keresztelt, hogy az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek a nevébe keresztelem a gyereket, a csecsemőt. És aztán rákérdeztem, és azt mondta, hogy nem az Atya és Fiú és Szentlélek nevében én hogy jöhetnék ahhoz, hogy az ő nevében kereszteljek. Uh-huh. És ő ehhez tartotta magát egész lelkészi pályafutása alatt, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek nevébe kereszteli bele a lehetőséget, megadja a keresztséggel, hogy majd, ha felnő, akkor igen, valóban követője legyen. Ez az egyik, amire kíváncsi volnék, hogy mit gondolsz, uh-huh, vagy amiről kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz. A másik pedig az, hogy egy kicsit most úgy szűrődött le bennem az a sok igaz dolog, amit hallottam, mint hogyha az ember magára lenne hagyva Jézussal a újjászületés, és aztán pedig ugye a megigazulás útján. Hogy ne felejtsük el, hogy akkor is, hogyha természetesen nincsenek Istennek unokái, csak gyermekei vannak, de vannak tanúi Jézusnak. Tehát nagyon fontos, hogyha az Isten megadja nekünk azt a lehetőséget, azt a kegyelmet, hogy összeakadjunk, hogy így fejezzem ki magam, az ő tanúival. Tehát akik lehetnek a családban, lehet az anyánk, apánk, de lehet egy idegen, vagy lehet a lelkészünk, vagy akárki, akit ő segítségül küld nekünk erre az útra. Hát ma nagyon örülök, hogy jobbnál jobb hozzászólásokat hallunk, amelyek tovább tisztogatják a témát. Hát az elsőre, ugye nem gondolom mindenki hallotta, hogy egyrészt nagyon tiszteletre méltó ez a lelkész, mert ő azt mondta, hogy jövök én ahhoz, hogy ezt kimerjem mondani, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és ő úgy oldotta meg, hogy inkább azt mondja, hogy nevébe, hogy majd valamikor egyszer az ő életében ez beteljesedik. De azt kell mondanom, hogy bizony Jézus így mondta, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. És ez mutatja valóban azt a nagyon nagy felelősséget, hogy igazából csak akkor mondhatom ki ezt, hogyha
ha tényleg egyrészt az Isten rendelése szerint történik a dolog, nem másképpen, mint ahogy Jézus erre példát adott vala, meg ahogyan ő ezt tanította, másrészt pedig akkor, hogyha van ismeretem arról valami, de abszolút nem látunk a szívekbe, de alapvetően bizonysága van annak, hogy akit megkeresztel, az tényleg egy újjászületést, megtérést élt át. Mert valóban óriási felelősség azt mondani, hogy ezt Isten nevében teszem. Ugye úgy is mondta Jézus, hogy ez a mennyben is kötve van. Tehát ugye ezzel a felelősséggel kell mondanom, hogy ha most valaki, ez egy olyan szövetségkötés, amely a mennyben is kötve van. És ezt tényleg akkor lehet tenni, ha mondom, mindenben Isten rendelése szerint történik, és azon kívül van egy bizonyság, vagy egy tapasztalat arról, hogy aki megkeresztelkedik, az tudja, miről van szó, önként akarja, és tényleg egy újjászületésnek a megpecsételése. Tehát azért ez egy nagyon gondolkodó lelkész volt, aki visszariadt attól, hogy ő merjen így egy gyermekkerességet gyakorolni. Hát nem igazi megoldás ez, hogy megváltoztatjuk, amit Jézus mondott, de mégis tükrözi azt, hogy ő gondolkodott és aggódott azon, hogy hát ilyen felelősséget magunkra venni. Egy pillanat. A másik kérdés pedig, illetve megjegyzés, ami elhangzott, hogy így mondtad, hogy úgy magunkra maradunk Krisztussal. Hát ez egyrészt igaz, mert Krisztus között és az ember között történik a dolog, de másrészt nagyon igazad van abban, hogyha a Krisztus hiteles tanúival, hiteles Krisztus követőket kell, van szerencsénk találkozni, vagy kapcsolatba kerülni, nagyon sokat jelent az ő példájuk, de nem helyettesíti mégsem a teljesen személyes megismerést és döntést. Tessék? Azt szeretném mondani, hogy számomra, amikor ezt megértettem, a keresztséget, ez egy hatalmas ajándék volt, mert semmiképpen nem tudtam elképzelni, hogyan jöhetne rendbe az a sok múltbeli családomból örökölt rossz dolog. És amikor megértettem, hogy felülről lehet születni, akkor ez egy olyan reményt adott, ami megnyitotta azt, hogy valóban kezdhetek újra, és nem kell azokat számolgatnom, hogy mi minden rosszat örököltem, mi minden rossz történt, mondjuk majdnem 40 évem alatt. Tehát, hogy egy csodálatos ajándék ez, amit Jézus mond, ami testtől született test az örökölte az összes nyomort és fájdalmat a szülőktől, de lélektől azt én kaphatok egy olyan ajándékot, ami már a saját választásom. Ami már nem az örökségem, hanem a lehetőségem. Köszönjük szépen. Ehhez egy ige kívánkozik ide, hogy idézzem. Ezt a Korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetében olvassuk. A 17. versben így mondja, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Tehát tényleg egy óriási lehetőség. Új teremtés az, mondja. Az ugyanaz, mint a születés. Új teremtés. Az a régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Tessék. Na, milyen sokan szeretnének ma szólni. Örülök, tessék. Ha valakinek menni kell, ne zavartassa magát. De én csak egy dolgot szeretnék megkérdezni, hogy a mai élő egyházaknál felekezet függően létezik az a gyakorlat, hogy konfirmálnak, bérmálnak. Gyakorlatilag ezek a szertartások nem azt a célt szolgálnak eredetileg, hogy már felnőtt korú, de gyerekkorban megkeresztelt emberek saját szabad akaratból bizonyos Isten ismerettel az Istennel való szövetséget megerősítsék. És nem ez lenne az, ami kiváltaná, vagy azt a célt szolgálna, hogy felnőtt korban is az ember egy megtérés után ismét megerősítse ezt a kapcsolatot. Nagyon jó a kérdés, mert ez tényleg megint csak fölmerül. Mi a konfirmáció, meg mi a bérmálás? Azt tudom mondani, hogy ez abból fakad, hogy mindenki érzi, hogy azért nem igazán megoldás a csecsemőkeresség, és ugye a konfirmáció az egy utólagos tanítás. De ahogy láttuk, Jézus fordítva mondta, tegyetek tanítványá és kereszteljétek meg. És azért ez nem vezet feltétlenül újjászületéshez és megtéréshez. Egy kis ismeretbeli előrehaladást jelent, hogy mégis
tudjon az ő egyházáról, annak a tanításairól. De van, akiknél aztán ez mély és komoly nyomot hagy, de nem mondhatjuk, hogy általánosan így van. A másik pedig a bérmálás, ugye a római katolikus egyházban, ott tulajdonképpen egy érdekes szétválasztás történik, mert vízzel megkeresztelik ugye csecsemőkorában, és a bérmálásnak az a teológiája, hogy akkor meg a Szentlélek keresztségében részesül. Ugye, és hogy akkor, tehát a víztől és a lélektől szét van választva, arról nem is beszélve, hogy valóban, hát ugye ez egy külső dolog, de hogy ott azokban a gyerekekben végbe megy egy kapcsolatba lépés a Szentlélekkel, ugye az egy másik kérdés, hiszen ez csak pusztán egy áldásosztás által még nem valósulhat meg, ehhez az embernek az ismerete, egyetértése is szükséges. Tehát mind a konfirmáció, mind a bérmálás gyakorlata azt mutatja, hogy nincs teljes megnyugvás abban, hogy megoldás lenne a gyermekkeresztség egészen, nem egészen az, de nem is tudja egészen pótolni azt, ami az eredeti krisztusi rendelés. Valamit segít, de nem ugyanaz. És még azt szerettem volna mondani, hogy érdekes módon tulajdonképpen sohasem jutott nyugvópontra ez a téma a keresztség körében egészen. Például Barth Károly, aki a 20. század legnevesebb protestáns teológusa volt, református teológus, ő azt mondta, hogy a gyermekkeresztség az a kereszténység elevensebe. Mert hogy ez ebben nem lehet megnyugodni, ez így nincs jól. Aztán, hogy például Magyarországon is, hát volt vagy 20 éve, de ez nincs annyi, tehát 15, Tatai István. Ő jelentetett meg egy nagyon komoly, nagyon tisztességes cikket a teológiai szemlében, és ahol nagyon komolyan fölvetette, valahogy így fejezte be, hogy Jézus megáldotta a gyermekeket, de nem megkeresztelte. Miért nem térünk vissza, ha reformált hitünk van a krisztusi gyakorlathoz? De aztán úgy szépen elhalt ez a dolog, nem bontakozott ki igazi. Pedig ő arra szánta, hogy majd ebből egy megvitatás jön, netán pedig egy változás, de nem bontakozott ki, úgy elsimult egy-két hozzászólással ez a téma, de ő nagyon komolyan vetette föl ezt a kérdést. Tehát mondhatom, hogy sose jutott egészen nyugvópontra. Anglikán egyházban volt, hát ez már sokkal korábban volt, talán a múlt század 60-as évei körül, egy ideig volt egy ilyen fellobbanás, hogy megtagadták anglikán lelkészek sorozatban, hogy gyerekeket kereszteljenek. Valami olyasmit olvastam, vagy 700 anglikán lelkész azt mondta, hogy nem keresztelünk gyerekeket. Aztán ott is úgy elsimult ez, és akkor csak ment tovább a hagyomány szerint. Mi az átkeresztelődés, és mi az egykeresztség? Mert az egyik vallást, én hallottam a rádióban egy misét, és akkor azt mondja, hogy én vallom az egykeresztséget. Akkor ő mit vall? Igen. Hát jobbnál jobb kérdések, mert bocsánatot kérek azoktól, akik már mennének, de ezeket muszáj megválaszolni, mert ezek tényleg a témához tartoznak és fontosak. Először is azt szeretném mondani, hogy ugye az egykeresztség volt, és előtte mit is mondtál, hogy átkeresztelés nincs. Az átkeresztelés bűnös dolog. Ha valaki, először is a keresztség az nem egy közösséghez tartozás, az Istennel való szövetségkötés. Tehát ha valaki most azt mondja, ebből a közösségből át akarok menni a másikba, és átkeresztelkedem, hát ez nem. Teszek egy kivételt, amit szeretnék mondani, hogy az a borzalmas dolog, ami ugye a múlt században zajlott, a zsidó üldözés, azt egy pillanatig nem ítélném meg, hogy aki az életmentésért átkeresztelt, vagy átkeresztelték. Tudok, református lelkészeknek volt elképzelésük a keresztségről, de akkor nem érdekelte, hogy mit tud, vagy mit nem. Az életmentésért kiállította a keresztség. Én is kiállítottam volna, mert az egy szörnyűség volt. Tehát arra nem érvényes ez. De egyébként azt kell mondanom, hogy nincs átkeresztelkedés egyik felekezetből a másikba. Mert a keresztség eleve nem egy felekezetkötő. Az egy más kérdés, hogy az ember azért megválasztja, hogy mit tart hitelesnek, vagy hova, de az Istennel való szövetség is egy szent, komoly dolog, ami a mennyben is kötve van. Tehát az nem felekezet cserének a megpecsételése. Szóval ez egy rossz szó. A másik pedig, ami elhangzott, ugye ez ma nagyon is hangsúlyos a kereszténységen belül, főleg az úgynevezett ökumenikus mozgalmon belül, hogy
hogy még az se számít, hogy a formája az csecsemő vagy felnőtt keresztség, de akik megkeresztelkedtek, azok mind egy láthatatlan, misztikus egyháznak a tagjai, és tulajdonképpen azok mind keresztények, és akik egyszer megkeresztel, mind össze kell tartani. Én úgy gondolom, hogy nem tudok egyetérteni vele, ezt tudom mondani, nem tudok egyetérteni vele, mert azt mondjuk egyrészt, hogy mindegy, hogy ez vagy az, másrészt meg azt mondjuk, hogy ez önmagában keresztényé tesz, és ez önmagában egységet teremt, ez a valóságban nem így van szerintem. Ez ma egy nagyon sokat emlegetett eszme, de valójában egy keresztség van, de csak az a keresztség, ami mögött hiteles tartalom van, és ami a Krisztus rendelése szerint van. De azt nem lehet azt mondani, hogy mindazok, akik megkeresztelkedtek így vagy úgy, lelki háttérrel vagy anélkül, az most mind keresztény, és az mindegy láthatatlan misztikus egyháznak a tagja.